Nem lehet, hogy egy olyan ország, mint Magyarország állandóan a középső ujját mutassa az Egyesült Államoknak, jelentette ki híradónknak Simonyi András. A volt washingtoni nagykövet szerint az, hogy a Fox News egyik legismertebb arca, Tucker Carlson Magyarországra látogatott, ahol találkozott a miniszterelnökkel, és hétvégén egy fesztiválon is előadást tart, rossz üzenet. Magyarics Tamás amerikai szakértő egyelőre nem számít nyílt diplomáciai konfrontációra, de a színfalak mögött valószínűleg több ügyben is kifejezték már nem tetszésüket a magyar diplomáciának. A hét elején érkezett Magyarországra Tucker Carlson, és az egyik első útja Orbán Viktorhoz vezetett a Fox News egyik legismertebb műsorvezetőjének. Az amerikai riporter tegnap Orbán Balázs társaságában látogatott el a déli határra, hogy személyesen is lássa a menekült válság idején felhúzott kerítést. Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight. Carlson most egész héten Budapestről sugározza a műsorát, amelyben legutóbb arról is beszélt, hogy szerinte 2015-ben egyedül Magyarországnak sikerült megoldást találnia a menekültek megfékezésére egész Európában. A híradónk által megkérdezett politikai elemző nem számít arra, hogy Carlson látogatásából nemzetközi botrány lenne. Én arra nem számítanék, hogy ebből balhé lesz, az inkább érdekel, hogy lesz-e egy mondjuk tudásmegosztás vagy együttműködés a vereségében is nagyon izmos amerikai alt-right vagy republikánus média és a magyar kormány között. Nem tartom kizártnak, Orbán Viktorék rengeteg ilyen együttműködést tartanak, mert a régióban is, és mondjuk akár Nagy-Britanniában. Az Amerika szakértő sem tulajdonít nagy jelentőséget Carlson budapesti vizitjének. Magyarics Tamás ugyanakkor úgy véli, a magyar-amerikai kapcsolatok hasonlóan alakulnak majd, mint Obama elnöksége idején. A Biden adminisztráció nem akar visszatérni a nyílt konfrontációra, tehát arra, hogy akár az ügyvívő, akár más megfogalmazzon feltételeket és különböző úgymond követeléseket különböző ügyekben. Valószínű a színfalak mögött ez azért vagy megtörtént, vagy meg fog történni. A korábbi washingtoni nagykövet azonban úgy látja, az ilyen látogatások rossz üzenetet hordoznak a jelenlegi demokrata vezetés számára. Simonyi András szerint, ha az volt a cél, hogy Orbán Viktor címlapokra kerüljön Amerikában, akkor sikerrel jártak. Ha viszont azt nézzük, hogy Magyarországnak, mint országnak az az érdeke, hogy az Egyesült Államokkal, a mindenkori Egyesült Államokbeli kormánnyal legyen egy tisztességes, korrekt viszonya, akkor ezt egy nagyon rossz húzásnak tartom. Nem lehet állandóan egy ilyen országnak, mint Magyarország, nem lehet állandóan a középső ujját mutatni az Egyesült Államoknak. Simonyi András szerint egyedül Orbán Viktoron múlik, hogy tisztességes viszony alakul-e ki Joe Biden adminisztrációjával.